ספר כתבי בעל הסולם, את מאמר החירות, בעמוד 418, בכותרת גורמי חוץ. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קאבס.co.il, וגם בדף הפייסבוק, תחת השם מיכאל אייטמן. את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל כאן במהלך השיעור. רגע, ספר כתבי בעל הסולם, מאמר החירות, עמוד 418, בכותרת גורמי חוץ. בסך הכל האדם זה ייצור שמיוצף על ידי... Kérdéseket lehet feltenni a kaptéven keresztül. Akit meghallgatjuk a lecke során. Rav, eddig megtanultuk, hogy az ember egy teremtmény, ami különböző hatásoknak van kitéve, különböző módon fejlődik, és így válik egy emberré. Különböző külső-belső faktorok befolyásolják. A külső faktor jobban befolyásolja, de mind a kettő meghatároz az élete során. Egyfelől, amit a szüleitől kap, beszéltünk a környezet behatásáról. Tehát külső és belső faktorok. Az nem is annyira fontos számunkra, hogy melyik számít külsőnek és belsőnek, ami fontos, hogy ez, akár az ember szabadnak érzi magát, hogy ezek befolyásoljuk egy megfelelő sorrendben, vagy nem is egy sorrendnek, vagy egy célnak megfelelően, de az embernek meg lehet a képessége, hogy maga a saját kezébe vegye a fejlődését. Tehát van egy ilyen lehetőség, hogy sincs, hogy szabad legyen. És még hogyha így is viszonyul ezekhez a faktorokhoz, amik felbukkannak az életében, hogy lehet bizonyos benne, hogy a választása, az pontosan az ő választása, és nem ezek külső és belső faktorok eredménye, az oktatás, vagy a különböző dolgok, amikről beszéltünk. Tehát nagy kérdések vannak itt, amikről beszélgetünk, a szabad választásunk a kapcsolatban. Van ilyenünk, nincs ilyenünk, egyszerűen csak egy játékot játszunk. És vak természet kezek között vagyunk, vagy csak azért hiszük, hogy választásunk van, mert nem látjuk lehetőségeket, nem látjuk, hogy mennyire irányítva vagyunk. Semmi nem történik az erőfeszítéseink következtében. Ez az egész csak egy színház, amit körülöttem zajlik. Tehát meg akarjuk vizsgálni ezeket a dolgokat, mivel ez az életünk esszenciája. Szabad vagyok vagy sem. Honnét jön ez a kérdés egyáltalán? Ezek is a külső-belső hatások eredményeivel. Ezt én teszem fel ezt a kérdést. Ezek a kérdések nagyon fontosak. És mindazonáltal látjuk, hogy az emberek mennyire szabadok akarnak lenni. Tehát lehetséges ez, vagy sem? Vagy csak bele kell egyeznünk, hogy mind olyanok vagyunk, mint az állatok, a bestiák, vagy pont ellenkezőleg. Képesek vagyunk a természetünk fölé emelkedni, vagy sem? Látjuk a különböző szinteket. Mozdulatlan növényi és állati szintek, amiben képesek vagyunk egy spirituális szintet megközelíteni. Itt is megtaláltak ezek a szintek. Például az angyalok, akik működtetik ezt a világot, ezen világunk erői és a spirituális világ erői. Így képesek vagyunk felemelkedni a felső erőhöz. Hogy ne tőle fogjunk, hanem függetlenek legyünk, mint ő. Hogyan lehetséges ez, hogy ezt megtegyük? Hogy szerezhetem meg a két erőt, hogy függetlenek? Megszerezhetem ezt egyáltalán, vagy nem is emelkedhetek fel a teremtőhöz? Kötelezve vagyunk, hogy
Úgyhogy speciális elkeltek a hajtsuk végre. Röviden, ez az, amit itt végig kell gondolnunk. És az emberiség valóban elkezdi kérdezni ezeket a kérdéseket. Mi az életem értelme? Van értelme, van valamiféle szabadság, vagy ez csak egy játék, ami folytatódik, és nekem csak rész, nem tettek más, mint részt veszek benne. גורמי חוץ. סיבה הדלת הוא סדר גורם ונמשך העובר על המצע מדברים הזרים לו לחלוטין. הוא פועל עליו מבחוץ. פירוש. Tehát a Kabbalát tanulóknak című könyvben olvasunk, mondjuk az oldalszámot külső faktorok című fejezetre fordítjuk. A negyedik ok egy okozati cselekedet, mely a forrást olyan dolgok által befolyásolja, amelyek teljesen idegenek attól, és arra kívülhatnak. Ez azt jelenti, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem tartoznak a forrás növekedési viselkedéséhez, hogy ezt közvetlenül befolyásolják, hanem közvetett módon működnek rajta. Például pénzügyi problémák, terhek, vagy a szelek. Ezek mind rendelkeznek saját teljes, lassú és fokozatos állapotváltásaikkal ok-okozati formában, és megváltoztatják az ember koncepcióit jobbra vagy rosszabbra. Ezáltal én felállítottam a négy természetes faktor, ahol mindegyik gondolat vagy ötlet, amely megjelenik bennünk, az csak ezeknek a gyümölcse. És még akkor is valaki csak ülne, és valamint elmegyen egész nap hosszat, ő nem lenne képes hozzáadni, vagy megváltoztatni azt, amit ez a négy faktor képes adni nekünk. Bármi hozzáadás, amit a személy képes lenne hozzáadni, az csak mennyiségi, nagy intellektus vagy kicsi intellektus. De a minőségileg a személy nem képes semmit hozzáadni. Mindez azért van, mert ezek azok a faktorok, amelyek döntően meghatározzák a természetét és a formáját egy ötletnek és a következtetésnek, anélkül, hogy mi véleményünket megkérdeznék. Ezáltal mi ennek a négy faktornak a kezében vagyunk, mint az anyag a cserépkészítő kezében. Nincs több, mint négy faktor. Több millió faktor tudunk hozzáadni, de ez mind ezekkel rávezethető vissza. Minőségben nem tudunk többet, mint ez a négy. Hívhatjuk Jutkévafkének is, vagy általánosságban tanulhatunk rá. Kérdések. Na, ez világos, nem? מה שהוא אומר שזה משפיע על פנימיות המצב, במה הגורמים החיצוניים הם שונים מ... ישנם גורמים חיצוניים כאלו, הם משפיעים גם כאלה... מי הכתוב פקטור כאילו מזיק הרמדיק פקטור? והגורמי חוץ הם לא משפיעים על המצב? מי כזה כאילו שפקטור כאילו מזיק? אז גם הסיבה... מי כאילו שפקטור הפורש בפוישו יהיה? יכול להיות, נגיד, נו ומה? יש כאילו שאזם בפוישו הפורש. כיפש בפוישו עלי. אבל אין יותר מארבעתם. אל תחשוב שהם... תתה הרמטיק בפוישו יש הנדדיק איש. מי דקטו? תהת? תת מי הכאילו המשך הקטו כזאת? איך יכול להיות? אפילו מינדיק מינדיק בפייש זה צ'ק איזה להתזיק תראה שינויים בפנים תתחיל לעשות בהם איזה עליהם תשפיע עליהם פעולות הקרינה נגיד אתה תשפיע על כל מה שקורה להם בפנים ha veszünk egy magot is, ami növekszik, és elkezdek külső faktorok befolyásolni, látjuk a változást. Majd valami sugárzás éri, ez nem csak egy kis, nem csak az, hogy kicsivel több vizet kap, egy kicsivel másban valamivel kevesebbet. Ez egy sokkal összetettebb
bonyolultabb szituáció, de a lényeg számunkra, hogy négy faktor van, ami irányítja ezt. Folytassuk, szabad választás. Azonban, amikor mi megvizsgáljuk ezt a négy faktort, mi azt találjuk, hogy bár a mi erők nem elégséges, hogy bármit is tegyünk az első faktorral, a forrással, mégis megvan a képességünk és a szabad választásunk, hogy megvédjük magunkat a másik három faktorral szemben, amely által a forrás megváltozik saját egyéni részében, és néha még általános részeiben is a megszokáson keresztül, amely képes neki egy második természetet adni. אולם כשאנו מסתכלים בארבעה הגורמים הללו, אנו מוצאים אשר למרות שכוחותינו חלשים מלעמוד כנגד גורם הראשון. Még egyszer, a szabad válasz. Azonban, amikor mi megvizsgáljuk ezt a négy faktort, mi azt találjuk, hogy bár a mi erőnk nem elégséges, hogy bármit is tegyünk az első faktorral, a forrással, mégis megvan a képességünk és a szabad választásunk, hogy megvédjük magunkat a másik három faktorral szemben, amely által a forrás megváltozik saját egyéni részeiben, és néha még általános részeiben is a megszokáson keresztül, amely képes neki egy második természetet adni. Látjátok, hogy mit ír itt? Képesek vagyunk még a forrást is befolyásolni a természeten keresztül, amit második természetnek hívunk, hogy megvédjük egymást és magunkat a másik három forrástól. Folytatjuk. Környezet, mint faktor. Ez a protekció azt jelenti, hogy mindentig képesek vagyunk hozzáadni a környezet kiválasztásában, amely a barátok, könyvek, tanárok és így tovább. Ez olyan, mint egy személy, amely néhány szál búzát örökölt apjától. Ebből az apró mennyiségből ő képes több tucatnyi búzaszálat növeszteni a környezet kiválasztása által forrása számára, mely környezettermőtalaj az összes szükséges ásványjal és alapanyaggal, amely képes a búzát bőségesen táplálni. És itt ugyancsak megtalálható a környezeti feltételek javításának a munkája, hogy ez alkalmas legyen a növény és annak növekedésének szükségletei számára, mivel a bölcs az jól cselekszik majd, hogy a legjobb feltételeket válassza, és ezáltal áldást találjon. És a bolond az bármit elfogad, ami elé kerül, és ezáltal a vetést egy átokká változtatja áldás helyett. Ezáltal az összes dicséret és szellemiség az a környezet kiválasztása múlik, amelybe ő elveti a búzát. De ahogy a búza már el lett vetve, kiválasztott helyszínen, a búza abszolút formája teljesen attól függ, amekkora mértékben a környezet képes annak nyújtani. És ez ugyanígy van a mi témánkkal is, mivel az igaz, hogy a vágynak nincs szabadsága. Ehelyett ez a fenti négy faktor által van meghatározva. És a személy arra van kötelezve, hogy úgy gondolkozzon, és úgy vizsgáljon, ahogy ezek javasolják, és bármilyen kritika vagy változás ereje megvan tagadva számára, hasonlóan ahhoz a búzaszálhoz, amely már el lett vetve a környezetébe. Azonban létezik a szabadság a vágy számára, hogy kezdetben egy olyan környezetet válasszon ki maga számára, mint a könyveket és olyan tanárokat, amelyek képesek neki jó koncepciókat adni. Hogyha a személy nem cselekszik meg ezt, de hajlandó bármilyen környezetbe belépni, amely megjelenik számára, és hajlandó bármilyen könyvet elolvasni, meg kezei közé kerül, akkor ez a sorsa, hogy egy rossz környezetbe zuhanjon, hogy elvesztegesse idejét értéktelen könyvekre, amelyek bőségesen megtalálhatók, és melyekhez könnyebb hozzájutni. Ennek következtében ő hibás koncepciókba lesz kényszerítve, amelyek öt bűnre és károvlásra készítik. És akkor ez a személy nyilvánvalóan meg lesz büntetve, ez nem gonosz gondolatai vagy cselekedeté miatt, amelyekben semmi választása nincs, hanem azért, mert ő nem választott ki egy jó környezetet,
mivel abban nyilvánvalóan van választása. Ennél fogva az a személy, aki folyamatosan azért az erőfeszítést, hogy egy jobb környezetet válasszon maga számára, az érdemes a dicséretre és a jutalomra. De itt ugyancsak nem azért, mert ő jó cselekedetet végez, vagy mert jó gondolatai vannak, amelyek már az ő választása nélkül jönnek hozzá, hanem azért, mert erőfeszítést tett, hogy egy jó környezetet szerezzen maga számára, amely elhozza neki ezeket a jó gondolatokat és jó cselekedeteket. Ez úgy van, ahogy a rabbi Jehoshu ben Parahja mondja, készíts magadnak egy rabot, egy tanárt, és vásárolj magadnak egy barátot. Kérdések. מה זה אומר מהמאמר הזה שכל פעם לבחור לך סביבה טובה יותר? להעריך אותה מחדש, בכל רגע. תודה. עוד. זהו, הכל ברור. רב, מתיינת אז, הודי, הודי יוב כזאת את ועשו מדיין ישר כלומר. Hogy minden pillanatban egy nagy, nagy jobbra tud értékelni, mint magadat. Köszönöm. Zot Sheila. Adain Lobaror. Mazes Vivatova. Hogyha ember egy jobb környezetet választ, akkor ő szabad. Ez egy kérdés, ami még mindig nem világos. Milyen jó környezet, mit választ? De elméletileg mondjuk azt, hogy igen. Mivel az egyetlen dolog, amit képes, amiben képes megvalósítani, szabad választás. Hogy megvalósít, tehát hogy maga belefoglaltad és megvalósít a szabad választás, ez két különböző. Én belefoglaltatom magam a szabad választásom. Hogyha ez a szabad választáson keresztül szabadá válok? Ez egy teljesen más kérdés. Gondoljuk végig. Azt akarom kérdezni, értető, hogy az embernek megvan a képessége, hogy befolyásolja a négy faktor, azt ezt olvassuk Balaszlám allegórián keresztül. Tehát vannak belső és külső faktorok, de hogyan vagyunk képesek szabad lenni ilyenfajta befolyásot, ugye Balaszlám írja, hogy hiába vetjük rá magot, lehet egy tornádó vagy egy szélver, és mindent megváltoztat. Te nem lehet szabad ezektől a hatásoktól. Te csak megpróbálhatod megvédeni magad a környezeten keresztül. Hogy megóvd a forrását. A forrástól, amikor belépek a környezetbe, belépsz a környezetbe, a környezet egy faktorrá válik. Mi megadhatja nekem a helyes fejlődést. És valóban használhatom. De hát egy mesterséges környezetbe kell helyeznem magam, ami mint egy kötelet dobna le és fejlesztene. Tehát egy különleges, mesterséges környezetet kell választanom, mint egy inkubátor vagy egy üvegház. Akkor ez teljesen világos, de mit tehetünk, hogyha vagy egy hurikán söpörje föl a földet, akkor nem tehet semmit. Tehát akkor tulajdonképpen semmit nem tehetünk. Tehát ez egy másik szituációba helyez engem a környezeten keresztül. És hozzá, ez is hozzá kell kapcsolódnom, és építeni. Mit jelent az, hogy szabadnak lenni?
szabadnak lenni az ember egója alól, az ember megszerzési vágya alól, az azt jelenti, hogy szabadnak lenni ezen négy faktor alól, szabaddá válni ezektől. Amennyire képesek vagyunk, de minden az által ez a négy dolog a saját idejében, a beítóban fejleszt minket, ez elhoz minket a korrekció végéig szükségszerűen, de a maga idejében, akár akarjuk, akár nem. Jobb feltételekkel. Az a matarai bácsem, bimkom liot evet shel paro, liot evet shel Hashem? De hogyha a teljes választásunk, hogy így fejlődünk, vagy egy kellemesebb módon a környezetből hatással. Tehát a cél az, hogy, hogy az a teremtő szolgái legyünk a fáraó szolgái helyett. Ez van írva. Mit adhatunk hozzá? A teremtő szolgáját úgy hívjuk, a teremtő rabszolgáját, hogy nem az, hogy végrehajtom az összes parancsot, tehát még mindig nem értjük, hogy mit jelent az egyetemfölti hit, és mit érhetünk el a szabadságunkon keresztül, a szabad választásunkon keresztül. A Samatiban, vagy egy másik könyvben van egy írás, és akkor a megszerzési vágyam nem azt kalkulálja, hogy hogy lehet nekem jobb. Tehát ezek is egoista számítások, amikor ezeket a könyveket olvassuk. Tény, hogy te a nap közepén, vagy az éjszaka közepén képes vagy egy könyvet írni, az a, annak az eredménye, amit tettél, nem a te választásod. Ennek az adakozás tulajdonságát, ennek a befolyását kell választanod. Matáj ze kore, matáj ani nimca mula. Akshav, ad kama shata mitrashem mi shiur, mi a sefer, mi a milim shelanu, mi a kol. Bármit, amiről gondoljuk, hogy választjuk, azt nem választjuk. Ez eredménye egy korábbi döntésünknek, egy korábbi választásunknak. Amikor a behatást kapsz a könyvekből, a leckéből, ebből a világból, ennek alapján hozzá egy döntést később, a nap során. Ez nem számra, hogy hogy alapján döntök, amit itt hallok, hogy ez a te munkádnak megfelelő történik, és hogy mennyire vagy képes belefogtatni magad, és mennyire akarod belefogadni magadat a környezetbe, ez a te munkád. Az erőfeszítés, amit te szeretnél. És hogy kiéred a remtőt, hogy megadja neki az erőt, hogy bele tud foglaltatni magad. És ezután a cselekedet maradéka, az ima után, a választás után, ez már az eredmény. Ez a környezet behatásának az eredménye. זהו, מאיפה שישאל את עצמו עד כמה שהוא נמצא במצב איתן לא קרזי, הוי הוי לתק סבת, הוי הכנסת את ורסן אתרם תואל ויסי אז אמרת יו שור שאו שעשמת נגיע הוי ועד תן מכר קרזת מגד מן רבי כיוון הרפות בנן amikor a teremtő azt mondta, hogy vedd ezt a környezetet, kapcsolódj hozzá, ez hasznos lesz számodra, és nem akad azt, talán egy kicsit, 1%-ban, de többi 100%-ban nem. Mit jelent az, hogy a vágynak megvan a szabadsága, hogy egy környezetet válasz, ami jó gondolatokat hoz számára. Mit jelent ez, hogy ez a, mit jelent ez a választás? Ez a választás. Te, neked van egy szabad választás, ahol választhatsz.
בלבד, כן. בעצם הבחירה היא כמה שיותר מהר לממש את מטרת הבריאה. Tehát ez választás nem az, hogy kijön közegóban, hanem hogy belefoglaltassuk magunkat ezekre. לבורא, למערכת, יש צורך כאילו לשים את הסטופר הזה. למה יש צורך ב... Valóban választás, hogy... Nem, 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 אתה מבצע את העבודה שלך, ההשתתפות שלך, אתה גודל... מיירט? מיירט? הודיע ברור למלו... תת מיירט נם פיגלן גם, מושנתו הולפיק. אם לא אתה... היום שאתה זידו את זה סלנטי, תת דוינת את האל, הודיע את האל, הולצה זה למודון. ודאי שתעשה הכל. ודאי שתגמור את העבודה, ודאי שתעשה אפילו על ידי הסביבה. אבל כאן ההבדל, עד כמה שאתה בכל זאת מתאמץ, ומהמאמצים האלו יש גירויים, איך לך... נהיה, אבל לא עוד מהטכנית. גירויים. גירומין, כן? כאלה... דקודם שגק, אז איתו, אני ארות פקטץ מלא. לזה יש... יש איזה כאן הוויזיקלתוקום כרסטול. Hogy vagy képes? Hogy vagy képes előnyt kinyerni? Hogy vagy képes stimulálni magad? Ez az öröm, amivel megajánlítékozod a teremtőt. מה זה עצמנו? כאילו אנחנו צריכים להיות במצב מסוים שאנחנו נבין את זה ולמה להגן? מה זה? יש דברים שליליים? מה יעשה עם איריה? עוד מגוון כיפשגון? מה הוא עשה טוב? עוד מגוון דיוק מגונקת? תגיד לי. מה יש כאן פקטור טוב? מה הוא עשה טוב? מה הוא עשה טוב? שום דבר. עשה הכל רע. מי טענת אז? העולם רע ואני רע בתוך העולם הזה הרע ומביא אותי לגורל ואומר... אז מגוון דיוק נגדיב זוגוק תמצאת אז. יותר מסתשן, תת מגד סן. Tehát amit velünk tett, az a jót, vagy amit rossznak érezzük az egész világot, rossznak érezzük minden. És azt mondtam, hogy itt a jó sorsod, vedd foglaltás bele magad, szolgálj mindenkit, tehát mi jó van ebben? Nincs semmi jó. Mi nem akarhatjuk belefoglalni magunkat ezekbe a véleményekbe. Igen, de... הייתי במשפחה והייתי בגן ילדים ובית ספר וכל ה... רב, כל מה שאני ספקתי משפחה... מה כבר ידעים, מוגעת אז... מה זה טוב? אסש גלוץ שיש בעיה שבהתש, לא? גורמים עם מה שאני בעצמי הייתי, אפילו שנולדתי איתם. מה זה טוב? כולי... ראיתי כבר בהתשוקת, זה גיס ילד שורן, כלומר זה פקטורוק, אז עובדה בון, אז איש קולג בון. אני צריך להתגונן נגד הכל. אני צריך לקחת את היסוד שלי, נקודה שבלב. אין, צ'וק אגו ודיוק יש מקסה איזה שבעה. ועל ידי זה שאני שומע אותה קודם כל מכל מה שיש מבחוץ. ראיתי כבי להג בפייה שאתה זהו. מה כאל וידע מה גם מינדתו? עם כל התנאים. מה כאל ועל תסתת נזו על הפי אימת? עשי בן תלת או פונטון תשפייל אסתנם כאל. יש עוד מגבידם. Elsősorban minden külsőtől és a legjobb helyre rakom a világon. Az összes feltételket megszervezem ennek megfelelően. Találnom kell egy helyet. Ezt hívjuk csoportnak vagy tízesnek, amit táplálja a szívben található pontomat, együtt a barátokkal. Szentpéterváról kérdezik, hogy hogyan vagyok képes leellenőrizni, hogy megvalósítottam a szabad választásom. Amennyire jobban és jobban belefoglaltottam magam a csoportba. Nincs más lehetőség. A környezet megvéd minket. De több opció van, amiket elfogadhatok.
és amikkel dolgozhatok, hogy el kell kerülnöm. Ez is. Ez a felkészülésekem múlik, hogy hogy foglaltam bele magam a környezetbe. Tehát hogy tehetem ezt meg? Először is a teremtő elhoz az embert a jó sorsához, ez felbukkan benne egy pont a szívében. Elhoz téged jó környezetbe. Tehát ettől a pillanattól kezdve, ez nem egy pillanat. Tehát ettől a ponttól kezdve megvan a szabad választásom, hogy belefogadhassam magam a környezetbe. De ez a tegnapi felkészülésem múlik minden, nem? Tehát megtehetem ezt így, nem? De miért nem? Tehát akkor kiderül, hogy semmit nem választhatok, akkor hogyha visszamegyünk, akkor... De eddig nem választottál, de most már választhatsz. Belefoglaltad magad a környezetbe, az egód ellen, a megszerzési vágyad ellen. Tehát képes, hogy olyan cselekedeteket tenni, amit szabadnak nevezünk. Szabad mitől? A megszerzési vágyattól. De a kezdetén ez az én bizonyos szituációmtól függ. Nem? Kezdj el dolgozni a kapcsolattal a környezetben, és semmi mással ne törődj. Ez valóban egy új pont. Mint egy új DNS szereznél. Ez az, amikor ez történik, amikor belépsz a környezetbe. Lehet, hogy nem is érzed most. Ez nem a megszerzési vágyadnak szól. De nem erről beszélünk. Terence. Mit jelent az, hogy belefoglaltani magam a környezetbe? Belefoglaltani magam a környezetbe azt jelenti, hogy végrehajtom, és magamra vonom ezeket az erőket, megfigyelem, amik a környezetben vannak. Magamra szívom a meleg érzést és mindent. Hogyan vagyok képes mindent megragadni, hogy ki, hogyan tudom magamba szívni ezt egészet. Hogy integrálom a csoport környezetbe, ahogy ezt ön mondja. Tehát akkor senki is beleintegrálódva, mert akkor már a spirituálisban lennénk. Kedima. Tehát amikor megteszed, megvizsgálod ezt, akkor meglátod, hogy bele vagy a foglaltatva, vagy sem. Rav, a forrásról szeretnék érezni, a spirituális forrásról. Ezt teremtjük meg, vagy ez a föntről terjed ki? Az Ádám Harishon része. Egy darabja. Ez nem a te megszerzési vágyat, az tartozik. Ha mondhatjuk azt, hogy ez egy átszmutó, ez a forrás. Nem. Tehát ültetni akarok valamit, mikor hozzam magamra forrást, és utána kezd ez növekedni. Mi ez a forrás? Úgy értem, hogy a fizikai világban. Ez egy információ, ami benne van a magban, ez a forrás. Ez nem a mag, amit elvettek? Nem. Olvasd a cikk kezdetét. Nem mag, az egy mag? Tehát hogy lehet, mi a forrás, ami benne van? A magon belül mondjuk jött a DNS. Any addition he can add is in the quantity. Vagy szab. Mindegy, hogy mi az.
Rava négy faktorral kapcsolatban. Tehát, hogy itt nem tudunk hozzáadni, csak minőségben, mennyiségben nem. El tudnál magyarázni, hogy mit jelent az, hogy minőségben hozzáad ezekhez? A spiritásban általánosságban nincs minőség, csak nincs mennyiség, csak minőség. De hogy mérhetjük a mennyiséget? A minőségnek megfelelően, mivel mindig 10 szféra van, mindig megvannak a fokozatok, és ez fokozatosan a... Ez a megszerzési vágy, ami a minőség. A kérdés az a mennyiség, hogy én hogy tudom ezt a teremtőhöz kapcsolni egyfelől. Másfelől beszélünk az erőkről, amik minőségiek és mennyiségiek is. Meg vannak a resimójunk, az aviót és a hitlapsút resimói. És itt is beszélünk minőségségről. De nyilvánvaló, hogy a mennyiség fontos. Tehát a minőség a mennyiség eredménye. ולמרות זה הם נופלים בדרך ויוצאים ואני רציתי לשאול מהי הסיבה לאדם שהוא מתקלל ועושה כל מיני פעולות ניהיה להתיוק חוי אורי, אתה כבר פוגל את התייך מרגות הצ'ופורת בה? מה חסר פה? חסר אני אגיד לך מה, גאווה יש מינדיג מנתלה זו הננק תת מי אז אוקה וזה אמבר belefoglaltatja magát, és integráltak, és részt vesz a csoportba, és kiesik ebből. Mi hiányzik? Mi hiányzik? Én elmondom neked. Tehát ez... Tehát, hogy nem is ami hiányzik, hanem az oka, hogy ezt elhagyjuk, az a büszkeség. De ezen dolgozhatunk? Tehát a fény segíteni fog, hogy itt már egy üzenet, miért? Mivel magunkra fogjuk a fényt, hogy belefogadjuk magunkat a csoportba ezáltal. Kérlek, hát... Tehát le kell igáznod magad bizonyos szempontból, alávetni a csoportba, vagy meg a büszkeséget. Beszél az emberek, akik itt vannak, vagy akik elmentek. Tehát nekem nem teszem meg, mert van az életben más, vagy ezt kell tennem, azt kell tennem. Még azt, vagy azt mondja, hogy gyenge vagyok, nincs választás, nincs büszkeség. Mindazáltal. A tény, hogy teremte azt őket a csoportba, és ő elmegy, ez valóban egy nagy hiba. Majd visszajönnek talán néhány év múlva, vagy 15 év múlva, vagy 150 év múlva. Oké, közel kerültünk a végéhez. A büszkeségről szeretnék kérdezni. Mi a nébaruk vagyunk, az egyetlenek, akik megravanjuk a fényt és korrigáljuk a világot. Tehát ki teheti meg ezt a munkát? Tehát mi tesszük meg a munkát? Megpróbáljuk megtenni. Tehát ez is büszkeségnek tűnik. Tehát hol a alázatosságot kell szereznünk, alávetni magunkat. Mi megpróbáljuk, amire képesek vagyunk. Nem is annyira, amit képesek vagyunk, mert több lennénk képesek. De mire legyünk büszkék? De miről beszélünk, hogy befogadjuk meg néparunkban, megpróbáljuk megtenni a munkát? Én nem akarok senkit kritizálni. Mondjuk, tehát vannak csoportok a világban, akik hatalmas munkát végeznek. Én nem akarok kritizálni senkit.
אז מצד שני, אתה אומר תודם, שהסיבה שאנשים עוזבים זו הגאווה, מצד שני, פדיק בבילגנק מזה, אמית להצ'גש, יש לאתוק מינדנט, אמית את הערמתו קפתם. De ez úgy tűnik, hogy sok büszkeség lenne, hogy belefoglaltatjuk magunkat egy ilyen csoportban. Ön azt mondta, hogy, amiért az emberek elhagyják a csoportot, az a büszkeség. De nekem úgy tűnik, hogy akik maradnak, ez a büszkeség. Ez csak egy különböző fajta ennek. Nagyon büszke vagyok, hogy különböző munkát végezhetek, mint a világ többi része. Ez egy speciális munkának tűnik, de ez kötelez engem. Vagy szolgálom őket. Igen, de talán nem a büszkeség, egy másik oka van, nem? Hogy... Nem, hát... A türelem kell... A különböző... A feleség nem kötelezi otthon a férjét, vagy más különböző környezetbe kell környezetbe helyezni magát. Hát azt hiszem, hogy abban a férfi a család fel, de a női erő, a nukva dönt el mindent. No. Ezért nagyon fontos, hogy törődjetek a felségetekkel, hogy támogasson titeket, hogy ő is bele legyen foglaltva ebbe az útba. Hogy folytassuk ezt. Boldogan hívok mindenkit egy speciális egységnapra. Különböző helyen a világokban, Amerikában, Kanadában, Egyesült Államokban, Ausztráliában lesz egy felkészülés az Orosz Klíven, a Szentpéterbeli Kongresszusa, és egy világméretű étkezés. Tehát mindenkit hívunk a sivatovára 5 órakor. אבל זה יוזמה של צפון אמריקה. כן, המרכז ישר, אבל יש שיתוף פעולה עולמי. לסה 45 perces beszélgetés önnel, az orosz csoporttal, hogy csatlakozzunk a Yeshivat Haverim felkészüléshez. באמת להמשיך את הגאווה על החברים הגדולים שלנו, אז בסוף שבוע האחרון, בסן פרנסיסקו. De észak-amerika lesz a kongressz, vagy a központja ennek. De ez az egész világra kiterjed. Hogy folytassuk a büszkeséggel kapcsolatos témát, büszke vagyok a barátokra, akik egy kongresszust tartottak, és nagyon sok zsidó embert meghívtak különböző témákban, és egy bevezetés leckét is adtak. És tehát most épp egy vezető leckét tartanak, támogassuk őket, adjuk meg az erőt nekik, hogy át tudják adni ezt a megértést és ezt a tudást a zsidó embereknek, és mondják, hogy milyen szerepük a világban. Nagyszerű. Amerika elkezdett mozogni valóban. Ez nagyon-nagyon fontos. Barátaink Amerikában hatalmas munkát végeznek. Csodálatos. És más kérdése? Nif. Tehát egy tanácsot szeretnék elmenni Leckéről. Tehát amikor azt mondja, válaszok a jó környezetet, hogy jó koncepciónak adjuk nekünk a könyvek, a tanár. Tehát akkor ez beirányozva a spirituális cél felé. Hogyha mi... Tehát hogyan tudunk befolyást nyerni ezen dolgokból? Hozzá kell tapadni a helyhez, hozzá kell a csoporthoz tanulni, amennyit csak képes vagy együtt lenni velük, összetapadni a forrásokkal, a tanárral és a tízessel, hogy
benyomást kap tőle az egész nap során. És különböző felébresztéseket is kell kapnod, be kell irányoznod magad errefelé, a helyes kapcsolat, hogy feltár benne a kapcsolat formáját, a helyes kapcsolat formáját közöttünk. Őt Havajnak hívunk, hogy a teremtőnek, a tíz virágnak, ez az, amire szükségünk van. Úgyhogy van egy pont, egy element, amit el tudna mondani, amit meg tudunk ragadni. Hogy egy környezet megadja neked a teremtő fontosságát. A környezet ez kicsit absztrakt, nagyon sok tevékenység van, amit végrehajtunk benne. Ez nem érdekes, hogy milyen tevékenységet hajtasz végre, ez egy benyomás. A teremtő fontosságát kell megkapnod, hogy nincs más rajta kívül, hogy minden tőletelítkő, és hogy jó és jó tevő, mindenben, ami történik. És ezen a módon, ezen keresztül valóban hipnotizálhatnak téged, hogy nincs más rajta kívül, jó és jó tevő, ez az, ahogy egész nap csatlakozhatsz ezzel a megközelítéshez, bármi történik veled. Tehát mondjuk, hogy a környezet elnyom a cél felé. Belefoglaltatom magam különböző szinteknek megfelelően. A kapcsolat különböző szinteknek megfelelően. Tehát ennek mértékében valósítom meg a szabad választásom. Igen, magyarabb. Ez nem csak egy belefoglaltatás. Ez, hogy környezettől kapsz befolyást. Minél jobban, annál jobban megvalósítod a szabad választásod. A szabad választás azon keresztül fejeződik ki, ahogy én benyomásokat kapok a helyes környezettől. De ez az én belefektetésemen múlik. Befektetésemen, hogy mit fektetek bele a környezetbe, hogy milyen kapcsolatokat építek. Hogy amely képes ezt meghatározni, hogy benyomást kaptam tőlük, hogyha helyes benyomást kapsz a környezettől, akkor egész nap képes vagy megtartani azt, hogy nincs más rajta kívül, és jó és jót tevés. Hogyha egy kicsit le is kapcsolsz, azonnal visszatérsz ehhez. Ezzel befejezzük, és hogy egész nap próbáljátok ezt megvalósítani, és holnap reggel Isten segítségével folytatjuk. Ma pedig mindig várunk az egység estére, erre a virtuális kongresszusra. Köszönjük a nézőinknek, és mindenkit meghívunk a sivatovára. A teremtő feltárása közöttünk mindenkit hívunk egy virtuális kongresszusra 5 órakor izrael idő szerint. Beszélgetés Rav Lajtmannal, workshop, világi barátok találkozója és kabbalista étkezés. A Kabbala világa üdvözöl mindenkit, Kabbala kampuszok hívnak mindenkit, hogy felfedezzük a Kabbala alapjait. Ezek bevezető leckék. Július 12-ek és 21-én a Kabbala álmokban mondják a részleteket, hol lehet elérni. Ezzel befejezzük, köszönjük mindenkinek egy csodálatos napot és csodálatos estét. לקראת הטוב הרמוניה גלים מתמזגים על קו החוף הרמוניה אנחנו כמו קלידים על הפסנתר שחורים ולבנים לב אל לב מתחבר הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה אתה אתה ואני כשיוצרים את מנגינת החיים זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה את, אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים
בתקווה מתנגנים בתבר, לבבות מתחברים בישראל. המוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. המוניה זה אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים. המוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד. המוניה זה אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים. המוניה זה כולנו יחד, לצמוח.